Istennel talállak, testvérem! Ezzel a címmel nyílt meg az Erdős Kamilról és az ő kutatásairól szóló kiállítás a Művelődési Központban. Békés Csaba és Békés után Gyulára érkezett a Szent Györgyi Albert Technikum művészeti tagozatán tanuló diákok szabadtéri street art kiállítása. A folytatásban hajómodellekről, majd egy levéltári tárlatról láthatnak felvételeket, Dézsi János könyvajánlója után gyulai táncosoktól láthatnak magyar palackai táncokat. Istennel talállak, testvérem! Cigány történetek címmel nyílt kiállítás az Erkel Ferenc Művelődési Központ földszinti aulájában. Az Erdős Kamil ciganológus etnográfus munkásságát bemutató tárlatot a Néprajzi Múzeum és az Erkel Ferenc Múzeum hívta életre. Gyalában Din Rumi 13. században élt muszlim misztikus mester tanításai között olvashatjuk az alábbi idézetet. Búj a szemem mögé, hogy úgy láthass engem, amint én magam, mert én oda rejtőztem, ahová te nem láthatsz be. Hölgyeim és uraim, akik ismerik Erdős Kamil munkásságát, tudják, hogy miért idézek egy olyan gondolatot, amely a rejtőzködésről szól, hiszen Erdős Kamil gyakorlatilag áruhát öltött. Háttér történetet kanyarított maga mögé kutatásai során, és idézem, ahogy őt hívták, szürke cigányá vált, hogy bejuthasson az idegenekkel, tegyük hozzá nem ok nélkül bizalmatlan és zárt korabeli cigány közösségekbe. Néha könnyen ítélkezünk azok fölött, akik másnak mutatják magukat, mint akik, de Erdős Kamil esetében az álca teljes mértékben nemes célszó. Egy mai néprajzkutató ugyan jó eséllyel szakmaiatlannak találná ezt a módszert, de Erdős Kamilt az őszinte kíváncsiság mellett más cél is vezérelte. Segíteni próbált az általa kutatott társadalmi csoport tagjai, szerette volna csökkenteni a cigány közösség és a többségi társadalom közötti konfliktusokat, javítani a roma társadalom egészségügyi és oktatási helyzetét. A ciganológus etnográfus hagyatékát a gyulai Erkel Ferenc Múzeum őrzi. A hatalmas anyag 514 fotónegatívot, kéziratos feljegyzéseket, valamint szakkönyveket, a cigánysággal kapcsolatos irodalmakat tartalmaz. Egy egészen páratlan, különleges anyagról van szó, amiről részben tudott a néprajzi szakma és a nagyközönség, de az, hogy milyen mennyiségben és milyen minőségben őrződött meg itt Gyulán ez az Erdős Kamil hagyaték, az nem volt ismert. Tehát ez volt az elsődleges szándékuk, hogy ezt föltárjuk, egy kutatással újra helyzetbe hozzuk és bemutassuk a forrás közösségeknek is, tehát azoknak a cigány közösségeknek, ahol annak idején 60 évvel ezelőtt Erdős Kamil kutatott. Yeah.
Számos szempontból értékes ez a kollekció. A Gyulai Múzeumban őrzik Erdős Kamil hagyatékát. Ez a fotóanyag soha nem volt feltárva. A Néprajzi Múzeum munkatársa és a Gyulai Múzeum szakemberei közösen folytattak forrásközösségeknél is egy nagyon elmélyült kutatómunkát, amelynek során ezt a kivételesen értékes fotóanyagot sikerült újra feltárni, és olyan összefüggésekre rámutatni, ami a mai, a cigányokkal való együttélés számára alapvetően fontos üzeneteket képvisel. Nincs annál fontosabb a Néprajzi Múzeum számára, mint hogy küldetésének megfelelően segítse az emberek közötti megértést, ismerjük meg egymást, saját magunkat is akár, önmagunk identitását, a saját értékeinket fölismerve legyünk egymással együttműködő, szoros, baráti, és ha lehet, akkor támogató közösségben. Ehhez nagyon fontos az olyan dokumentatív jellegű kutatásoknak és fotóknak a szerepe, mint amilyen az Erdős Kamil hagyatékban itt Gyulán megőrződött. Nagy büszkeség számunkra, hogy a Gyulai Erke Ferenc Múzeum, mint egy kis területi múzeum, egy országos gyűjtőkörű nagy múzeumban, a Néprajzi Múzeum, egy teljesen közös munkatársi kapcsolatban, egy közös projektben tudott együtt dolgozni, Erdős Kamil hagyatékának feldolgozásában. Igazából az apropóját ennek a kiállításnak az adta, hogy néhány évvel ezelőtt volt egy szakfelügyelői látogatás itt nálunk Gyulán, és akkor a Néprajzi Múzeumnak a munkatársa Schleicher Vera felvetette, hogy az egyébként gyakorlatilag feltáratlan Erdős Kamil hagyatéknak a digitalizálása az ő segítségükkel megtörténhet. Viszont ez nem merült ki az archív dokumentumok feldolgozásában, azoknak a fotóknak, leírásoknak a digitalizálásában, amit Erdős Kamil még az 50-es évek végén vagy 60-as évek elején rögzített, hanem egy utánkövetése is történt. Gyakorlatilag egy igazi néprajzos terepmunka kezdődött ebben az időszakban, hiszen a Néprajzi Múzeum, a Gyulai Múzeum munkatársai felkeresték azokat a családokat, akik adatközlőként Erdős Kamil felvételein szerepeltek. És egy nagyon izgalmas, módszertani szempontból is érdekes néprajzi munka kezdődött el, hiszen azóta is Békés megyén élő cigány családok Kétegyházán, Végegyházán, Eleken lehetőséget kaptak arra, hogy a régi fotók alapján megpróbálják beazonosítani a családtagjaikat, és igazából a történetek 60 év kihagyással tovább tudtak folytatódni. Tehát azért is a kiállításnak az a címe, hogy cigány történetek, mert ezek a történetek nem állnak meg az archív felvételek feldolgozásánál, hanem ezek a néha szomorú, néha vidám történetek egészen napjainkig tudnak folytatódni. Ennek a projektnek, ennek a munkának az eredményeképpen készült el előbb egy egészen nagyívű kiállítás a Néprajzi Múzeumban, aminek egy vándorkiállítássá formált változata érkezett most hozzánk Gyulára, és hát nagy örömmel látjuk vendégül természetesen ezt a vándorkiállítást, hiszen Erdős Kamil hagyatékát a Gyulai Erkel Ferenc Múzeum őrzi. Oh,
Békés Csaba és Békés után Gyulára érkezett a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium művészeti tagozatán tanuló diákok szabadtéri street art kiállítása. Novák Attila keresett meg bennünket, akivel hát az elmúlt hetekben, hónapokban egyre szorosabb lett az együttműködésünk, régi kapcsolat elevenedett fel gyakorlatilag, személyes kapcsolat jelent meg aztán az Almási Kastély egy performance és aztán ebben is, illetve úgy tűnik, hogy a két intézmény között lesz majd egy harmadik együttműködés is, amely egy hosszabb távú elköteleződést is jelenthet. Fontosnak tartottuk Repiszki Dániellel, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Közművelődésért felelős ügyvezetőjével, hogy lehetőséget biztosítsunk az iskolának a bemutatkozásra, hiszen az intézmény számára fontos a tehetséggondozás, több művészeti csoport is működik itt az Erkel Ferenc Művelődési Központban, amelynek vannak fiatal tagjai is, és egyáltalán tehetséggondozással is foglalkozik. Értelemszerű tehát, hogy más számára is megteremtjük a bemutatkozás lehetőségét. Egyébként pedig azt gondolom, hogy ez a kis kiállítás, amely itt a Művelődési Központ mellett megtekinthető, ez nagy segítséget nyújthat azoknak a fiataloknak, akik a művészi, a vizuális művészi pálya iránt érdeklődnek, de talán nincs még ötletük, akár információjuk arról, hogy milyen irányban is tudnák folytatni ez irányú tanulmányaikat. A Leporello állványon látható tárlat az iskola művészeti képzéseit szórakoztató formában mutatja meg az érdeklődőknek. Ez egy vándorkiállítás, amit idehoztunk Gyulára. Igyekszünk a megye nagyvárosait bejárni, Békés Csabáról jöttünk ide, a Békés Csabai Szakképző Centrum Szent György Albert Technikumának művészeti tagozatának munkáját mutatja be ez a Leporello állvány. Egy ilyen street art nevezetű, az utca emberét megszólító, ízben, stílusban bemutatott iskolai képzéseknek egy villanásszerű lehetősége, hogy itt Gyulán a járókelőknek is megmutassuk azt, hogy Békés Csabán milyen magas színvonalú az a művészeti képzés, amit mi képviselünk. Itt a grafikusok, a fotósok, a divatstílusosok és az animációszakos diákjainknak munkáiba lehet betekintést nyerni, akár a vizsgamunkákon, akár az éves munkájuknak egy-egy metszetén keresztül. És van bennük egy motiváció, hogy a művészet iránt érdeklődőek. A vizualitásnak azt az ágát mutatjuk meg a gyerekeknek, amit nem kifejezetten egy öncélú művészetről szól, hanem az alkalmazott szakágak, mint a digitális grafika, mint a fotó, mint akár a divatban. Ugye ezeket később föl tudják használni, és a munkájukkal komoly értékeket tudnak képviselni. Mi itt ezt a vizualitást, amit mi a négy fal között és digitális alapon képviselünk, most meg tudjuk mutatni anyagában is. Egy kiváló hordozó felületet sikerült az iskolán belül teljes mértékben az iskolai munkánkkal létrehozni, mert maga a printek is az iskola tudásközpontjában, nyomdaipari tudásközpontjában készültek, ahol magas színvonalú technikai nyomatokra képesek a gépek, és az ottani kollégákkal együttműködve tudtuk létrehozni ezeket az utcát, az időjárást is keményen kibíró hatalmas méretű printeket. Az a lényege ennek a kis utcai kiállításunknak, hogy beleakadjanak az emberek, hogy találkozzanak vele. A véletlenszerű találkozástól a tudatosság van rá lehetőség, hisz ha valaki a kultúráért jön ide az Erkel Ferenc Művelődési Központban, és ha csak kilép az épületből, már találkozni fog vele, és információkat fog kapni, de ha valaki csak itt az utcán jön, megy, akkor is. Igyekszünk egy kicsit az emberek közé vinni a képzésünknek azt a lehetőségét, hogy megismerjék az emberek, hogy találkozzanak vele. Ne csak az találkozzon vele, aki nagyon tudatosan keresi, hanem aki beleakad. Nagyon sok fiatalnak nincs nagy rálátása a művészeti képzésekre. Nálunk az iskolánkban rengeteg gyulai fiatal van a szakjainkon, és nagyon tehetségesek, és hál' Istennek elég sokan mentek idén is egyetemekre, vizuális
tantárgyakat felhasználva. Bízunk benne, hogy a jövőben is nagyon sok gyulai fiatal keres meg minket, és nálunk fogja megszerezni azt a tudást, amivel egyetemeken fog tovább tanulni. Ez a kiállítás szeptember második feléig, 20-a után fogjuk itt lebontani, és innen pedig Szarvasra fogjuk átvinni, és ott fogjuk ugyancsak a fiataloknak megmutatni, hogy milyen képzésekkel foglalkozunk Békés Csabán. Szeptember első szombatján élethű hajómodellek tűntek fel a Gyulai vár környékén és a csónakázó tavon. Az idén először adott otthont a Fürdőváros a gőzhajó találkozónak, amit a gyomaendrődi Székely Mihály modellező és sportklub szervezett. Ez az első verseny, ez most egy ilyen bemutató jellegű, tehát már nem az országos bajnokságba tartozik, de minden évben szokott lenni egy gőzhajó találkozó, ez zajlik most éppen, és az a szándékunk, hogyha tetszeni fog az embereknek, és meg tudunk egyezni a környéken a tószínpaddal, a vízibicikli kölcsönzővel, hogy itt jövőre tudjunk rendezni főszezonban, július elején egy országos bajnokságot. Gyermekkora óta foglalkozik modellezéssel Farkas Dezső. Én Gödön lakom olyan helyen, hogy ha egyik irányba indulok, akkor a Duna van, a másik irányba meg a mező volt, ahol lehetett repülőzni, tehát attól függően, hogy milyen kedvem volt, mentem erre, mentem arra. Otthonról megfigyelték a szüleim, és amikor hallották, hogy jó búg a repülő, akkor mindig azzal fogadta. Na hallom, hogy már jól ment a repülőgép. Mind a kettőt csinálom, csak ahogy idősebb vagyok, már nem látom olyan jól a repülőgépeket. Plusz még mostanában nagyon elbonyolították az egész felszállási, repülési, repülőmodellezési procedúrát is. Már nem úgy, mint régen, tehát sokkal egyszerűbb. Nekem. A világversenyeken is eredményesen szereplő versenyző a felkészülésről beszélt. Itt nagyon, nagyon nagyok az elvárások, a műszaki elvárások, tehát ahhoz, hogy valaki jó eredményt érjen el, nagyon magas műszaki színvonalú hajó kell hozzá, tehát arra nincs energiája az embernek, hogy több hajót tartson ezen a szinten. Ráadásul itt előírás, hogy mindent maga készítsen az ember, és hogyha meg kell csinálni a hajót magának, meg kell csinálni a kazánt magának, meg kell csinálni a gőzmotort magának, üzemképes legyen, előre-hátra gyönyörűen forogjon, pontos legyen, szép legyen, az nehéz. És az nekem büszkeség egyébként, hogy az utolsó három VB-n mindig én kaptam a legtöbb műszaki pontszámot. Tehát próbálok odafigyelni arra, hogy műszakilag jól legyen a hajó. Az nem az üzembiztonságot jelenti sajnos, az nem mindig volt tökéletes, de az elkészítésnek a minősége meg a színvonal az ilyen volt. Ez a hajó, ami itt van, ez Anglia legnagyobb taván, használják most is, egy Windermere nevű tó, ahol éppen ma reggel néztem meg, mert valaki kérdezte, hogy ez mekkora, ez 1:12 méretű ez a hajó, ez egy 10 és 15 méter környéki hosszúságú hajó, és ott ilyen séta hajókázásra használják, és ez, ott van még három darab ebből a hajóból, ami ott szépen úszkál az emberekkel, és ebből csinált egy angol cég egy makettet, és azt árulta még vagy 20 évvel ezelőtt. Azóta már nem lehet makettet se kapni, volt, aki meg is halt a készítők közül, és az én az interneten felelhető adatok alapján elkészítettem ennek a modellnek a másolatát. Ez az életformája az embernek, tehát most csinálja gyerekkora óta, mit csinálnék anélkül. Most már nyugdíjas vagyok, mit csinálnék anélkül, valami el kell foglalni magát az embernek. Magyarul Európában címmel nyílt vándorkiállítás szeptember 7-én a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Vármegyei Levéltárában. A tárlat az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban országos programsorozathoz kapcsolódott. A levéltár munkatársai a vándorkiállítás kapcsán egy komplex programot állítottak össze a látogatóknak. Elsősorban ugye itt a háttérben látható molinónkon lévő információkkal, különböző interaktív ilyen kitöltős kvízekkel, tesztekkel, amikben tudunk segíteni, és tablet meg PC segítségével, úgyhogy ha valakinél nincs mobiltelefon, akkor ilyen módon is állunk a rendelkezésére. Családfakutatás, vagy történeti kérdések megválaszolásában, vagy a levéltárban való kutatásnak a rejtelmeiben tudunk segíteni a látogatóknak, illetve a gyermekeknek, illetve a felnőtteknek, vagy bárkinek, aki szeretne. Ilyen interaktív, festős, gépelgetős, ilyen interaktív foglalkozást tartunk a kutatóteremben.
Szilágyi Sándor történész a kiállítás érdekességét hangsúlyozta. Magyar történet 1100 évet ölel föl, és ebben a sorsfordító mind a vidám, mind a szomorú pillanatokat egyaránt bemutatja, és hangsúlyozza, hogy ennek milyen hatása volt a magyarságra, és kiemeli azt, hogy az EU-ba ugye 20 éve csatlakoztunk, hogy az európai kultúra is milyen nagy hatása volt a magyar kultúra. Ez talán ebből a szempontból is érdekes maga a kiállítás, azon túl pedig a három békés megyei tabló, hiszen minden állomás helyen saját anyaggal is gazdagítják ezt a kiállítást. Itt például a KNER nyomdáról, ami meghatározó volt Magyarországon. Egy időben képzeljük az 1900-as évek elején, nem volt olyan könyv szinte senki háztartása, ami ne lett volna rányomtatva, hogy KNER. Vagy a folyószabályozás, ami Békés megye történetében volt egy hatalmas dolog, sőt a magyar történetben az egyik legsikeresebb folyószabályozás volt, és mai napig tart a hatása. A harmadik pedig maga a betelepülés, hiszen a török időszak után ez egy néptelenné váló vidék volt, nagyon kevesen laktak itt. És az, hogy ez újra beinduljon ez a vármi, újra tudjon indulni az élet, ez az kellett, hogy Harukán János György a különböző német, magyar, román és szlovák ajkú embereket ide telepítse. Ez nem volt azonban egy fáklyás menet, nagyon sok gonddal kellett megküzdeni, de ezek az emberek itt meg tudták vetni a lábukat, és mai napig meghatározzák a történelmünket, és ezzel az egész ország történetét, mert azt szoktam mondani, hogy Békés megye akár tükörre is lehetne az egész országnak. Ambrus Lajos író írta azt, hogy itt nagyon sokszor megtört az élet, de mindig újra kezdődött, és mindig kivirágzott, mert ami nem öl meg, megerősít, és itt a sok csapás ellenére mindig életben maradtak az emberek, mindig újra tudott kezdődni minden, és az élet mondjuk így utat tört, de attól függetlenül egy virágzó kultúra épülhetett ki. Ezek a tablók, ezek a molinók mindenről tanúskodnak. Szilágyi Sándor kiemelte, a történelmünket mindenkinek érdemes megismernie. Azt szoktam mondani, hogy ami érdekes egy levéltár, mert az ember azt gondolja, hogy csak unalmas papírok, levelek vannak itt. Nem, ezek az emberek történetéről szólnak, és a levéltár kiváló alkalmazottai például nagyon sok segítséget tudnak abban nyújtani, hogy az ember föl tudja fedezni a saját múltját, a családfáját például föl tudja térképezni, és ez azért érdekes, mert ha csak pár generációra visszaveszhetjük a családfánkat, akkor azt látjuk, hogy mennyire ágas-bogas, mennyire sok ember volt, aki mind a rokonunk volt, akik mind az életükkel hozzájárultak a mi múltunkhoz, a jelenünket megalapozták, és a jövőnket pedig lehetővé tették. Ezért is érdekes ez, azon kívül pedig minden molinón van egy QR kódos rész, ezzel játékra hívják az ideérkezőket, csoportban, önállóan is, teljesen mindegy, az a lényeg, hogy történelmi kvízt lehet kitölteni, és még jutalom is jár érte, ha valaki ezt jól oldja meg, és ezzel megint csak hozzánk kerül kicsit közelebb a múlt, mert azt szoktam mondani, hogy néha rosszul tanítják nekünk a történelmet. Van mentségem, én is tanítottam. Mert egyet kéne elmondani, hogy mi az emberek történetét tanuljuk, akik semben nem különböztek tőlünk. Ugyanúgy voltak gyávák, mint mi, ugyanúgy tudtak gyűlölni is, mint mi, ugyanúgy voltak bátrak is, mint mi, és ugyanúgy tudtak szeretni is, mint mi, és akármilyen csekély legyen egy élet a történelemben, csepp a tengerben, meghatározza, mint mondtam, a mi múltunkat, jelenünket és jövőnket, és ha hagyjuk, vagy ha engedjük, akkor a múlt az megérint minket. Szevasztok, a nevem Rolf, és hírfüggő vagyok. Ez van a kötetnek a hátoldalán ajánlásként, amelyet nemrég kézbe vettem. Itt tényleg, amikor beékeztek a könyvtárba az új könyvek ajánlópolcot, találtam ezt a kötetet, és fölkeltette a figyelmemet. Nem tudtam előre semmit, megmondom őszintén, és elkezdtem olvasni. Magam is elég sokat szoktam a hírekkel foglalkozni, és megdöbbentő dolgokat tudott kihozni az ember ebből a kötetből. Ugye, hogy miért ne olvas híreket, ebben ez az egész kötet ennek az indoklása. De ez ugye nem azt jelenti, hogy az embernek feltétlenül el kell fordulni a napi eseményektől, viszont nagyon szemléletesen rámutat arra, hogy hogyan lehet az ember hírfüggő. Tehát, hogy oda nem figyelve tényleg akár a rádiót, akár a televíziót, akár a nyomtatott termékeket, vagy az interneten írott hírfolyamokat követve, hogy mennyi időt pazarlunk el teljesen felesleges dolgokra néha. Mert azt kell mondani, hogy néha a híreknek teljesen feleslegesek, és csak elterelik a figyelmünket, illetve elveszi az időnket attól, hogy mi más értelmesebb dolgokkal foglalkozhassunk. Megpróbálok én is egyébként a továbbiakban tudatosan arra figyelni, bár kétségtelen, hogy a szakmám meg egyébként a munkám miatt nagyon sok dolgot figyelemmel kell kísérnem, azonban az elgondolkodható, amit a szerző is levezet, hogy ezeket korlátozni lehet természetesen, és sokkal érdemesebb, hosszabb, terjedelmesebb elemzéseket olvasni, mint ezeket a híreket, amiket földob az embernek, akár a mobiltelefonja, akár a számítógépes képernyőt ülve, vagy éppen a bulvár sajtótermékeknek a címoldalai megjelennek. Érdekesek nagyon azok az elemzések, amiket akár a címekkel kapcsolatban kihoz, illetve
olyan dolgokra is rávilágít, amelyekre nem gondol az ember. Erre hadd mondjak egy példát, az egy nagyon szemléletes volt számomra. Ugye, hogy mindannyian tudjuk, hogy milyen szörnyű dolog, hogyha egy terrorista támadás történik, vagy valamilyen terrorista cselekmény zajlik, és azt tudjuk, hogy általában vezetőhírként jelenik meg. Az viszont sokkal elgondolkodtatóbb, amikor a szerző ezt statisztikai számokra alapozva kihozza, hogy volt olyan év Európában, amikor körülbelül 50-en sérültek meg, vagy sebesültek meg, vagy érte őket valamilyen terrorista támadás. És ehhez képest 40-50 ezer ember azoknak a száma, azoknak a halottaknak a száma, akik járműből esetekben halnak el. Ezek viszont nem kerülnek címoldalra, csak azok, amelyek ugye mondjuk például terrorista cselekményekből adódnak. Ez egy elgondolkodtató dolog tényleg, hogy vajon tudunk-e az igazi hírek mögé nézni, és arra odafigyelni, amire tényleg érdemes, hogyha emberéleteket kell védenünk, akkor azt hogyan tudjuk megtenni a leghatékonyabban. De félreértés ne essék, én ezzel nem támogatom egyáltalán a terrorizmust, de azért elgondolkodtak maga a tény. Szóval ilyen összefüggésekre is felfigyelhetünk, hogyha olvassuk Rolf Dobelli könyvét, szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Yeah.